vagyok az egyetem helyzetéről, most különös tekintettel a most nemrégiben lezárult felvételi folyamat tükrében, miután nagyon örömmel tölt el minket az, hogy ez idén egyedül a felsőoktatási intézmények, pontosabban szóval az egyetemek közül tudtuk növelni felvett hallgatóink létszámát. Összességében a felsőoktatásban kb. 15%-kal csökkent a jelentkező száma, ehhez képest egyetemünkön 4%-kal több hallgatót tudtunk venni, mint tavaly, és tavaly ugyancsak növelni tudtuk tavaly előtthöz képest akkor 4%-kal felvett hallgatóink számát, és annak tulajdonítjuk, hogy jó márka név az egyetem, jó diploma az egyetem diplomája, és ezzel a diplomával a hallgatók jól el tudnak helyezkedni, illetve hát ezt olyan visszajelzésnek is tekintjük a hallgatók részéről, hogy színvonalas képzés folyik a Cornelius Egyetemen, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is versenyképes képzés. Ugyanakkor viszont azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy idénre tavalyhoz képest sok változás történt a felvételi technikájában, ugye nem voltak ponthatárok, de voltak kapacitásszámok, és ennek is tulajdonítható, hogy az a 16 szak, amit a sajtó által volt szokott hívni, a sláger szak, ahol eredetileg nem voltak állami ösztöndíjas helyek, azután viszont lettek, mégpedig ilyen magas pontszám fölötti állami ösztöndíjas helyek lettek, és miután az előző években ez a szakok jelentős része nálunk, elsősorban jeles a gazdálkodás tudományi tanunkon van, mert az üzleti szakok, amik ehhez tartoznak, és itt ilyen 460 körüli ponthatárt állapított meg még korábban a miniszter, és korábban is a nagyon magas pontszámú hallgatók jelentkeztek hozzánk, ennek tehát az lett a következménye, hogy megváltoztak a arányok az önköltséges és az állami finanszírozású felvett hallgatók között, mert még a tavalyi évben körülbelül 50% volt a felvett hallgatók között, mint az állami finanszírozás, mint az önköltségesek aránya. Az állami finanszírozások aránya most megugrott egy kicsit több mint 10%-kal, tehát 60% fölötti. Ezek között a szakok között volt jó néhány olyan, ahol változott, mert már menet között kicsit lejönték a pontszámot, mert a változatlan magas pontszámon nem tudott érni. De mi ezt úgy értékeljük összességében, hogy hallgató bizalma töretlen a Cornelius Egyetem iránt, és hát azt gondoljuk, hogy minket is kötődött arra, hogy változatlan volt ezt a magas színvonalú képzést folytassuk. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, és utána itt már a kollégáimnál a szót. Különös tekintettel arra, hogy ez a tanévnyitai, a nemzetközi tanévnyitó is, tehát a külföldi hallgatók is részt vesznek a tanévnyitőnökségen. Olyan nemzetközi esedés, a további nemzetközi esedés, azt lehetünk mondani, hogy első számú stratégiai célkitűzésünk az egyetemen. Már jelenleg is kb. 1500 körüli a külföldi hallgatóknak a számú különböző képzésen, összképzésen vesznek részt az egyetemen, és célunk az, hogy ha lehet, akkor jelentős mértékben növeljük a külföldi hallgatóknak a számát, ami az idegen nyelvű és az angol nyelvű kurdus kínálatunknak a bővítését is jelenti. Ezt majd beszédemben egyébként egy hangsúlyozni is fogom ezt a kérdést, tehát egy mai globalizált világban, mondjuk az oktatás és tudomány globalizálódik elengedhetetlen, hogy az az intézmény, amelyik nem csak hadd viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is meg kellene magát méretni, az is megtegye mindent a további nemzetközi esemés érdekében, tehát ez a mi célunk is a következő időszakban. Köszönöm szépen, ennyi szeretném.